Sziasztok, én Arnold vagyok, ez pedig a BYNOK Customs. Több mint egy hónap telt el azóta a helikopter tragédia óta, amelyben Kobe Bryant és kislánya is életét vesztette. Kobe Bryantről, mint emberről, mint játékosról nem szeretnék a videóban beszélni, nagysága előtt viszont mindenképpen tisztelni szerettem volna, ezért alkottam meg ezt az emlékkártyát, melynek az elején úgy szerettem volna bemutatni Kobe Bryantet, ahogy szeretném, hogy az egész világ emlékezzen rá. Hátoldalán pedig egy közös kép látható a kislányával, amely nem a legcukibb közös képük, ellenben szerintem nagyon jól bemutatja a beállás is mindkettejükben lakozó mamba mentalitást. A kártya elkészítéséhez a hozzávalók ugyanazok, mint az eddigi videókban, és ha ezekkel megvagyunk, vágjunk is bele. Az első lépés ismét az, hogy kivágjuk magát a dizájnt. Ha ezzel megvagyok, a lyukat felrajzolom egy kitöltőkártyára, majd azt ki is vágom. Ebbe a kártyába nem sima mezdarab fog belkerülni, hanem egy szép hímzett Los Angeles Lakers logóból egy részlet. A logó hátuljára felrajzolom a lyukat, majd azt kivágom. Ha ezekkel megvagyok, beragasztózom a hátlapnak szánt kártyát, összeillesztem az előlappal, majd belerakom a logó részletet. Az így kapott nyers kártyára felragasztom a nyomtatás elejét és a hátoldalát. Ha ezekkel megvagyok, nem maradt más, levágom a négy oldalát, hogy pontosak legyenek az illesztések. Ezt az 1:1 verziót egy nagyon kedves barátomnak szánom, ellenben nem szerettem volna, hogy mások úgy érezzék, hogy kivételezek, ezért készítettem a kártyából egy 1:24 jersey verziót és egy 1:8 patch verziósort. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, dobj egy lájkot, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!